Mit csináltunk volna? Nem vagy ott. Ő volt az a rendőr, aki elfogta a rablással gyanúsított férfit akkor, amikor tavaly júliusban az ki akarta rabolni a gyógyszertárat. A rendőr munkáját öleléssel hálálták meg a patikusok, akik immáron másodjára voltak rablás részesei. Harapásból, horzsolásból eredő sérülések. Az elkövető többször a rendőrrel lőtt a nála lévő gázpisztollyal, így dulakodni kezdtek, majd a segítségére siető járőrökkel közösen ártalmatlanná tették őt. Eközben a rendőr és a rabló is megsérült. Amikor ő észrevette, hogy nem csak a patikus hölgyek vannak, hanem más személy is tartózkodik ott az épületben, akkor fordult felém, és gyors elhatározásból azt tartottam a célra vezetőnek, hogy önvédelmi fogásokkal valahogy megpróbáljam ártalmatlanná tenni, megbilincselni, elvenni tőle a fegyvert. A körzeti megbízott dicséretet kapott a helytállásért, a rabló pedig azóta is börtönben van. Az ügyészség 7 rendbeli fegyveresen elkövetett rablás, hivatalos személy elleni erőszak, lőfegyverrel visszaélés és súlyos testi sértés miatt emelt vádat a férfi ellen. A gyanúsítottat akár életfogytig tartó szabadságvesztésre is ítélhetik. A vádirat itt 7 rendbeli fegyveresen elkövetett rablásról szól, ezeknek egyenként 5-től 15 évig terjed a büntetési tétele, a halmazati büntetés kiszabási szabályokra figyelemmel életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés az ügyész indítvány. A férfi egy gázpisztolyt és egy fegyverré alakított riasztópisztolyt használt a rablások során. A törvényszék várhatóan néhány héten belül kezdi el tárgyalni az ügyet.